Az Egri Városi Sportiskola ma már a város egyik legeredményesebb sportegyesülete. Országos szinten is jelentős eredményeket érnek el az EVSI sportolói. Nem egy válogatott ebben az egyesületben kezdte pályafutását. A sétavezető Csányi Barna bevezetőjében az elődökről is beszélt, ugyanis nem a 2001-ben alakult Egri Városi Sportiskola az első sportiskola a városban. Én veterán sportiskolásnak érzem magam, hiszen tudom, hogy 1959 áprilisában jött létre az első sportiskola Egerbe. Ilyen legendás nevek voltak az első vezetők, talán idősebb korosztály emlékszik rá, mint Jávori Josti vagy Gerzovics József tanárurak. A 80-as években megszűnt a régi sportiskola, ami csak 2001-ben alakult újra. Mint az Kovács Géza, a sportiskola igazgatója elmondta, jelenleg 11 szakosztályban közel 450-en sportolnak az EVSI-ben. Kategóriájukban az 500 fő alatti sportiskolák között négyszer, 2009-ben, 2011-ben, 2013-ban és 2014-ben Magyarország legeredményesebb sportiskolája volt az Egri. A versenyeztetés mellett az önkormányzati tulajdonú sportlétesítményeket is az EVSI üzemelteti. A legújabb fejlesztések kapcsán szóba került a stadion felújítása is. A közgyűlés elfogadta és támogatta a rekordtáv futópályának a megvalósítását, és itt szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy nem atlétikai stadion szeretnénk építeni, hanem egy labdarúgó stadionban helye van az atlétikai futópályának. A séta végén a résztvevők megtekinthették a sportcsarnok első ütemben elkészült fejlesztése. A következő, június 14-i séta a 60-as ezred utcához, a régi csapatkórházhoz vezet majd.